2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futsalbajnokság. Akkor 9 csapat vágott neki a szezonnak, egy évvel később 8 együttes játszotta végig a téli időszakot, legutóbb pedig 10, köztük 2 borsodi gárda lépett pályára a hétfői játéknapokon. Az MLS megyei igazgatója szerint egyre több fehér folt tűnik el a sportág térképéről. Rendkívül pozitív volt a kép, hiszen egyrészt ugye minden eddiginél több csapat jelentkezett, 10 együttes, 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és nagy örömünkre 2 Borsod-Abaúj-Zempléni együttes. Ráadásul a sportszerűség terén is talán most zártuk a legjobb évet. Gondolok itt arra, hogy minimális kiállítás volt, rendkívül sportszerű hangulatban zajlottak a találkozók, és nagyon kevés változás volt, mérkőzés, módosítás, változás, illetve ezeknél a változásoknál is nagyon rugalmasan álltak hozzá a csapatok. Ugye tudjuk, hogy olykor a termeket, a csarnokokat kibérelni nagy nehézségek árán sikerül, viszont annak is örülünk, hogy nem egy és nem két új futsalfelleg várjott létre, hiszen levelektől kezdve a Nyírkarászki Gyulaházán játszotta a mérkőzéseit, a Mádiak mind-mind több 10, sőt adott esetben több mint 100 néző előtt játszottak. A bajnoki címet az újonc Mád FC szerezte meg. A borsodiak 14 győzelem mellett egy döntetlent játszottak, és 3-szor szenvedtek vereséget. Mivel a Mád FC-nek az életében az első futsal idényről beszélünk, igazság szerint a puhatolózás és az ismerkedés volt mind a sportággal, mind magával itt a szervezett bajnoksággal. Nem gondoltuk volna mi se az elején ezt, hogy ez így fog sikerülni. Hál' Istennek a meccsek erőre haladtával egyre jobb teljesítményre volt képes a csapat, és így sikerült a bajnoki címet elhódítanunk. A futsal népszerűségét tovább növelheti, hogy egyre több elemét emelik át az edzők a nagypályás csapatok játékába. Egyre inkább elfogadottá válik most a nagypályás labdarúgásban is az a nézet, hogy a futsal elemek, illetve a futsal alapok azok nem hátrányt, hanem előnyt jelentenek a játékban, és ez egyre inkább népszerűvé válik. És ez jellemző a megyére is, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elsők között volt, ahol a futsal bajnokság elindult, és valóban sikerült már olyan eredményeket elérni, amelyre felkapta az ország a fejét, elég, hogyha például csak a Csengerre vagy a Nyírgyurajra gondolunk, akik folyamatosan vitézkednek, és olykor elkapják a nagyoknak a grabancát is. Tehát azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni, és az pedig, hogy van létjogosultsága, annak a legjobb eredménye az, hogy a bajnokság egyre népszerűbb, egyre többen látogatják, tehát házas arénák előtt mennek a mérkőzések, és még egyszer mondom, hogy a színvonal is, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy elérte már azt a szintet, amire érdemes odafigyelni. A Mád FC mögött a második helyet a Nyírgyulaj KS-e szerezte meg, a harmadik helyen pedig a Levelek SE végzett. A bajnokság gólkirálya a Tarpei Dávid Gergely lett 40 góllal.